Sziasztok, ez itt a Piros, Fehér, Zöld, és mielőtt belekezdenénk a műsorba, el kell mondanunk, hogy van nekünk egy Szabink, aki mindig segít a felvételek elkészítésében. Ő szerintem ismerik a nézőink, mert mi a moderálni is szokott, nagyon kedvesen, nagyon jól csinálja, ismerjük, nem? Tehát, hogy tényleg jól szokta. Persze. Finoman szokta elmondani, hogyha valaki valamilyen tévúton jár, és hát ő állandóan ezen a Manchester United-en csámcsog. Meg tudom, hogy van nekünk egy Biró Dávidunk, aki meg állandóan a Xavin meg a Barcelona, de gyerekek! Hát itt van nekünk ez a csodálatos magyar NB1. Mennyi minden történt megint egy hét alatt? Én olyan lázba vagyok, már látom a csillogást a ti szemeiteken is, meg biztos a nézőinken is, de most figyelj, gondoljatok bele, hogy mik voltak. Még mindig nem tudjuk, hogy a Pinyő miért kávézott Kisvárdán. Mert ugye állítólag ott kávézott, a Simon Zoli megírta az NB1.hu, de nem tudjuk, hogy miért volt ott. Lehet, hogy csak jó a kávé Kisvárdán. Írja meg, ha valaki Kisvárdán volt a stadion melletti kávézóba, hogy azért voltál. Akkor nem tudjuk, hogy az NB1-es teleregényünkről tovább beszéljek, hogy a Fradi szektorban működött-e az ocsmánykodás kizárása abban a bizonyos szektorban. Hogyha valaki ott volt, írja már meg nekünk, hogy működött-e ez a dolog, amit elképzeltek. Aztán például nem tudjuk azt sem, hogy a horvát takarógy Rigmus az Magnóról megy-e folyamatosan a Honvéd stadionba, mert hogy még 2-3 gólnál is én hallani véltem. Úgyhogy erről is érdemes beszélnünk. A haraszti gyerekek nyakon ragadta a barátot. Hát micsoda emóciók vannak itt, miről beszélünk itt? A kiesés küzdelem, kiesés egyik küzdelemben minden bevetnek. A Tőzsér lenyilatkozta, talán a telex.hu-n olvastam, hogy milyen forrás megjelölő műsor leszünk, tehát kivételesen mi elmondjuk, hogy mit hol olvasunk, vagy legalábbis igyekszünk elmondani, hogy minimál bérért küzdött hétről hétre Némó kapitány. Hát jó nagy hülyét kezd csinálni belőle egyébként a trollfoci, úgyhogy már erről is kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mit szóltok, hogy jó-e, hogy Dani elmondta a sportigazgató, hogy Németh Krisztián mennyi pénzt keres. Egyébként, ha már Debrecenből többen is írtak nekünk, mi a jó Istenért hívjátok őt Mr. Tüzépnek? Hát csomószor gondolkodom éjszaka ezen, hogy miért hívhatják a Danit Tüzépnek. Ezt is írjátok már meg nekünk. És hát természetesen egy kicsit kikacsintunk a határon túlra is, mert hát egy magyar edző, aki tudjuk, hogy nem magyar, de Magyarországon szerezte meg a tudást, ugye Kisvárdán, kiigazolt a Dachoz, és hát Schäfer Andris szerint egyszerűen minden megváltozott. Aztán Stögerről is beszélünk majd, hogy mit szólt ahhoz, hogy másukta a 11-es, meg Iván, mint edző, elmondja, hogy van-e ilyen, hogy valaki meccs közben átadja a 11-est, úgyhogy szerintem őrület, amik várnak rátok. Tokics Tamás, Militár Iván, mit szóltok? Milyen témák? Erős témák. Nagyon erős jó. Témák, így a hét elejére. Azt hiszem felrázzuk, vagy felrázza ez a közeget, a futball közeget itthon. Ez a jó pár téma, és hát hál' Istennek van történés, mind az NB1-ben, mind pedig akár a nemzetközi futballt nézzük, akkor ugye Európa Liga forduló következik, ott játszik a Ferencváros is, meg hát ezek szerint a határon túli játékosainknak is jutott a jóból az elmúlt héten, úgyhogy izgalmas, azt kell mondjam, az NB1-jel, meg úgy unblock a magyar futballal foglalkozni. Így van, csütörtökön ugye újból a Ferencváros, szerintem most nagyon jó formában lévő Ferencváros Európa ligázik, erről beszélünk, meg majd arról, hogy miért rázta egy kicsit a fejét Iván a második részben, de az első részben akkor kezdjük is szerintem azzal az MTK, illetve Honvéd MTK találkozóval, ami a legutolsó emlék nekünk, hiszen azt a mérkőzést rendezték ugye utoljára az NB1-ben, és hát ide-oda, mint mondtam, 2-3 gól, azért a horvát takarógy Rigmus, amit ugye Feri sem hallott Vilá Ferinek, ez ott maradt a lelátón. Most, hogyha úgy nézem, hogy mennyire következetesek a Honvéd szurkolók, akkor le a kalappal előttük, mert úgy nem változtatnak véleményt attól, hogy a csapat esetleg eredményes kezd lenni. De ha úgy nézem, hogy mondjuk egy csapat 2 vagy akár 3 góllal vezet, és még mindig megy ez a Rigmus, akkor mit szólunk? Hát először is azt, hogy a Budapest Honvédnál már csak az MTK van rosszabb paszban az NB1-ben, úgyhogy hát ez most azért kísértetiesen hasonlít Márton Gábornak a zalaegerszegi szerepvállalására, hiszen ha visszaemlékszünk, akkor is ugyanez volt, hogy gyakorlatilag már azt mondták, hogy a zalaegerszeg ki fog esni, és akkor ment oda edzenek, és hát megfordította a sors állását, és simán bennmaradtak, olyannyira simán ugye ez a 12 csapatos NB1, ez olyan, hogy pár mérkőzést nyersz, és azonnal a kieső jelöltből Európa Liga szereplésért harcoló klubbá válsz. Én azért nem várom azt, hogy az MTK-nak ilyen párfordulás legyen már, ami a teljesítményét illeti.
Viszont azt várom, hogy Márton Gábor egy kicsit stabilizálják majd a helyzetet. Na most a Honvéd, azért érdekes ez, mert a Honvéd ugye mindig elmondjuk, hogy a Honvéd játékos állománya mennyire király. És ezt továbbra is fenntartom. Lukic, ez kifejezetten egy olyan szintet képvisel a magyar NB1-ben, milyen center ez az ember. Tehát ő tényleg neki fél helyzetek elegek, olyan játékos ez az ember, aki már a szerve első osztályban is megmutatta. Tehát én, kezdeti a góllövöl is, tehát ugye az Martinnal. Igen, hát, tehát én azt nem értem, egyébként azt hallottam én róla, hogy egy olyan típusú ember, és ezt a lehető legjobb értelemben tudom csak mondani, hogy egy olyan profi ember, aki tényleg a pénzt motivál, de úgy, nem a rossz értelembe vett, hanem úgy, hogy igen, 27 évesen kerültem a Rivalda fénybe, addig nem tudtam megkeresni azt a pénzt, és most, hogy végre megtaláltam a helyem, végre megtaláltam a formám, végre olyan csatár vagyok, amelyiket elismernek, most igenis azért megyek, és azért lövöm a gólokat, hogy a családomnak megteremthessem a megélhetését. És ez szerintem egy rendkívül jó példa lehet, akár magyar futballisták számára is, hogy tudom, hogy majd beszélünk majd fizetésekről, de én azt gondolom, hogy Lukic egy nagyon jó példa a magyar fiatalok előtt, meg a magyar labdarúgók előtt, hogy hogyan kell hozzáállni ez a... És a nyilatkozata, Iván, bocsánat, nem tudom, hogy mennyire láttad te az nyilatkozatát, a meccs után nyilatkozatát, annyira profi volt a csávó, tehát amikor a látói hangokról kérdezték, akkor mondta, hogy igen, tudjuk, hogy elégedetlenek velünk, és hát igen, meg kell tenni mindent, tehát hogy igazából erre sem egy ilyen magyaros választ adott, hogy itt nyavajognak a szurkolók, hanem ebbe is beleállt, mondta, hogy tudják, dolgozunk, és hát tényleg ő rajta aztán, ha valaki nagyon látszik, hogy nyerni akar. Bizony. Hát fontos szerintem kontextusba helyezni a Honvéd 3-0-ás sikerét, hiszen egy fél időt emberelőnyben játszottak, és amellett sem szabad elmenni, hogy mind a három gólt a kiállítás után szerezték, ugye a első fél idő ráadásában volt egy igencsak felesleges megmozdulás véleményem szerint Haraszti Zsoltól, amiért kiállította végül a játékvezető. Na most akkor ennél maradjunk ismét tovább vissza, Tomi. És akkor te is, meg az Iván is mondja el, illetve a nézőink is írják meg, hogy ilyenkor meg kell büntetni egy játékos klubon belül is. Meg. Hogy látjátok? Mindenképp. Szerint, tehát ez megengedhetetlen csapaton vagy klubon belül. A szurkolók a fejét követelik konkrétan, tehát megnéztem direkt az MTK Budapest Facebook oldalát, nem is a vereséggel voltak elfoglalva, mert azon most már szerintem, ahogy az Iván is mondta, már ebbe a spirálba benne vannak, és tényleg milyen megváltóként várják a Mártont, esküszöm, azt látom a kommentekbe, de hogy konkrétan a Haraszti viselkedését azt mindenki szóvá tette. Nagyon korai szakaszában járunk a bajnokságban, vagy a bajnokságnak, de lehet mondani, hogy ez az egy pont, vagy akár három, nagyon hiányozhat az MTK-nak majd az év végén a bentmaradásért, vagy a bentmaradásért vívott csatában. És Haraszti Zsolt, nem azt mondom, hogy elvette egy vagy három pontot a csapatától, de nagyban befolyásolta a mérkőzésnek a végkimenetelét ezzel a buta döntésével. Úgyhogy, hát hogyha a klubon belül megbüntetik, az teljesen egyértelmű, a kiállítás tényét ő sem vitatta igazából, egy megvető nézéssel sem hogy mondjam. Tehát még vető nézés sem vetett a játékvezetőre, hogy most kiállított. Nem fogta meg a nyakát. Igen, az legalább jó, legalább az ő nyakát. Azt a Tököli csinálta egyszer, aztán 5 meccset kapott. Ha jól emlékszem, a Kassai nyakát ragadta meg a Töki egyszer. De hát a Haraszti ugye egy ellenfelének a nyakát ragadta meg. Nyilván a barát is emberkedett, azért ezt tegyük hozzá. Tehát egy ilyen birkózás alakult ki köztük. Iván, mint edző, mi a véleményed erről az esetről? Sajnos vissza kell dobjam a labdát, mert mint edző erről most annyira nem tudok beszélni, mert azért nem, mert eddig se tettünk úgy, meg most se fogok úgy tenni, mint hogyha ne lenne személyes érintettség a dolgnak. Barát Botival pont múlt héten beszéltem, ő nekem kiskorom óta barátom. Barát. Igen. Én annó, amikor én a Puskás Akadémián futballoztam, ő pedig a Honvéd Magyar Futball Akadémián, akkor ő volt a középhátvéd, én voltam a csatár, és én váltig állítottam 17 éves koromig, hogy én jobb vagyok, mint ő. Aztán hát a Sors Vintor az magyar válogatottságot adott a botnak, nekem pedig ezt a podcastot, úgyhogy kiki döntse el, hogy melyikünk vált sikeresebb. Na de Haraszti Zsoltot védeném meg egy nagyon félig humorosan.
Mert a Boti az egy ilyen, olyan, mint ahogy Solskjárt, ugye említettük, Solskjárt a Manchester United, tehát olyan, mint Solskjárt, ez a babarcú gyilkos. Tehát mondjuk éppen babarcnak nem lehet nevezni Boti, de ez a szelíd, kedves, nem mond sok mindent, mégis nagyon kemény a pályán. Tehát ő olyan játékos, aki ilyen igazán, úgy igazán piszkál, és igazán úgy fel tud húzni a keménységével, meg azzal, hogy ő nem fog ott anyázni, nem fog ő neked, hogy mondjam, különleges bánásmódban részesíteni, ő csak keményen fog játszani, és végig zavarni fog az egész meccs végéig. És szerintem Haraszti Zsolton ez csapódott le, és hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy Botinak a számításai bejöttek, mert pont ez a provokáció az, ami gyakorlatilag eldöntötte a meccset. Azért ne felejtsük el, hogy Boti most már két országban magyar bajnoknak mondhatja magát, két országban futballozott, válogatott meccseken teljesített remekül, emlékezhetünk, hogy a Horvátország ellen mennyire jól játszott, tényleg ez egyik legjobb teljesítmény volt, amit válogatott védőtől láttam az utóbbi 5-10 évben. Tehát én azért azt gondolom, hogy Botinak megvan az a, hát hogy is mondjam, megvan az a, az a tapasztalat. Minden hája megkent, erre mondják. Megvan az a, minden hája megkent, az a rutinja, úgyis, hogy azért még nem 35 éves, de mégis megvan ez a minden hája megkent mentalitása, ami most Haraszti Zsoltot problémák közé. Tudod, mi lehetett a Harasztival? Mert ő egy intelligens srác, azért aki ismeri a Zsoltot, azt tudja, hogy nem egy hülye gyerek, nagyon nem, sőt. Szerintem az lehetett, hogy ő eljött a Paksból. Bizonyítani szeretne az MTK-ba. Most ugye nem tudom, ki rakta össze a csapatot, de gondolom, hogy már a Mártonnak benne van a keze, és kezdő lett. Ugye nyilván azért sok minden közrejátszott, Roza még nem bírt egy meccset vállalni, és számtalan hiányzó volt. Tehát ez az összeállítás, amit most láttunk, nyilván nem az MTK-nak egy ilyen végleges összeállítása lesz, de kapott lehetőséget a Haraszt, és lehet, hogy túlpörögte. Most én ezt éreztem, hogy tipikusan ezt a meccset túlpörögte, mindezt hozzátéve, amit Iván mondott, hogy valószínűleg hergelte a barát. Mondjuk azt azért, rosszul reagált rá. Azt azért hozzátenném, hogyha már kérdezte, hogy edzőként azért azt hozzátenném, hogy amikor arról beszélünk, hogy túlpörgés, hogy nagyon ritkán látható ez támadó játékosoknál ez az ilyenfajta túlpörgés. Tehát az, hogy belement volna 4-5 cselsorozatba, és túl sokat cselezett, és akart volna kapura lőni mindenhonnan, na az egy egészséges túlpörgés, és azt lehet mondani, hogy utána nézzük vissza a videót, és mondjuk el, hogy Zsolti jobb lett volna a passzlottában, de ez egy kicsit érthetetlen számomra, tehát hogy hova ez a szenvedély? Tehát hogy hova ez az agresszió, ugye, egy támadó játékosnak nem arról van szó, hogy felrúgták, vagy valami, hanem arról van szó, hogy egész egyszerűen hagyta magát belevinni ebbe a viharba. És a saját csapatát egy rohadt nehéz helyzetbe hozta, valljuk őszintén. Tomi, folytasd a gondolatmenetet, tehát most már kontextusba helyeztük ugye ezt a meccset. Az MTK elmondtad, hogy gyakorlatilag a kiállításnál megpecsételődött a sorsa, de láttunk már a Honvédban olyan jeleket, most 10 ember ellen ide vagy oda, ami biztató, és mondjuk érthetetlenné teszi a horvát takarodj rigmusokat? Vagy pedig inkább azt láttad, hogy a Honvédnak most szerencséje volt, és hogyha az MTK maradt 11 emberrel, akkor én kimerem mondani, én egy ilyen nagyon unalmas 0-0-át láttam magam előtt, bevallom. Ja. De akkor egy rugóra jár az anyunk, mert én is hasonlóan gondolom. Nem láttam a Honvéd játékában olyan extra változást, amire most azt mondom, hogy az imádunk Feri, vagy imádunk Horváth Ferenc rigmusoknak kellene elhangoznia a Honvéd mérkőzéseken. Nyilván nagyon nehéz abba belegondolni, hogy edző vagy, azért mégis a szurkolók valamilyen szinten már ellened vannak, és akkor így kellene eredményeket hozni. Persze itt van ez a 3-0, ami egy nagyon jó támpont lehetne, ha ez mondjuk egy olyan játékkal jött volna össze, mint nem tudom, mondjuk a Ferencváros Fehérvár elleni győzelménél, ahol dominálni tudták az ellenfelet, és a Honvédnál ez nem volt meg 11-11 elleni játéknál. Nem tudom, mi lesz a Honvéddal, én még mindig tartom azt a fél mondatot, amit elmondtam az legutóbbi, vagy a kettővel ezelőtti adásban, hogy a Honvéd, MTK, Újpest, Debrecen 4-es közül valaki ki fog esni, vagy valamelyik csapat ki fog esni az idény végén, és a Honvédnál, hogyha nem lesz változás a játék minősége szempontjából, tehát nem jönnek ki ebből a negatív spirálból, bár mondjuk ez a győzelem lehet, majd kirángatja őket, akkor bajban lehetnek, és Iván mellé kell álljak, mert igen, ez a keret viszont sokkal többre hozatott, mint az, hogy a kiesés elleni harcban legyen érdekelt, vagy ilyen nyögvenyelős mérkőzéseket húzzon be. Menjünk tovább, de ne a visszafelé most úgy, hogy a Ferencváros játszott ugye a Fehérvárral egy rangadónak indult találkozót, ami Stöger szerint 15 percig volt rangadó, de most inkább maradjunk még azoknál a kieső jelölteknél, akkor már, ha már az Újpest a Debrecennel játszott. Az Újpest
azt gondolom, hogy azzal a góllal, amit szerzett, már azért úgy mosolyt csalhatott a szurkolók arcára. Hát gyerekek, micsoda találat volt, és azért az látszott, hogy az Újpest nagyon akar ezen a mérkőzésen, és hát lehet, hogy kezdi az edzőt úgymond beigazolni az, hogy itt nem edzőkérdés van. Hagy folytassam az előző. Folytathatom az előző gondolatmenetet? Mert amit elmondtunk, hogy Horváth Ferenc honvédjánál nem látszódott a játékbeli változás, hanem az Újpestnél látszódott, és már teljes létszámnál is jobban játszottak, mint a Debrecen. Most az, hogy egy balszerencsés szituációt követően kapott egy büntetőt a Debrecen, zárójelbe jegyzem meg, nem értem, miért kellett egyébként sárgalapot adni ezért Csongvai Áronnak a kezezésért, de szerintem az Újpest akkor is jobban játszott, az pedig egy nagyon félelmetes statisztika volt, amit Hajdú B. István mondott a mérkőzés körülbelül 80. percben, hogy 35 lövés volt újpesti részről, az iszonyatosan sok, még hogyha a minőségben nem is volt annyira jó az Újpest a lövések szempontjából, de mégis be tudták húzni ezt a mérkőzést, és mondom, a Honvéddal ellentétben én láttam előrelépést az Újpest játékában. Pont egy pár héttel ezelőtt, amikor válogatott szünet volt, nem ezen a válogatott szünetben, hanem az előzőben, van egy Twitter fiók, amelyik a grúz fotballal angolul twittel, és valahogy hozzánk keveredett, tehát a magyar Twitter feedre keveredett valahogy, és néztem, és akkor odaírtam rá, hogy mondom, ez a Berigy, ez hogy nem válogatott labdarúgó. És mondja, hogy hát most kimaradt, mert még vannak, ki jobb, én szeretném tudni, hogy ki jobb a Berigzini Grúziába. Tehát szeretném látni azt a felsorolást, aki jobb ennél az embernél. Szenzációs futballista a Berigzene, tényleg nagyon jó. Iván, bocsánat, de volt egy olyan jelenet, a Hajdú B-nek a dumáit, ugye amúgy is mindig imádja szerintem az egész ország, amikor annyira akart gólt szerezni, hogy ugyan a labda nem, de ő, ahogy mondta a Hajdú B, majdnem teljes terjedelmében a kapuba találta magát. Igen. A csávóban mindig benne van a gól. Meg hát nagyon ügyes, tehát ő az a játékos, aki, hogyha magyar lenne, akkor most csapnám az asztalt, hogy magyar válogatott legyen. Pedig az alkatát, ha nézed, messze nem az a klasszikus Szalai Ádám csatár. Futballozik, tehát ő egy futballista, tehát ő átemelgeti a lábán, ő kötényt ad, ő kényszerítőzik, ő messziről lő, ő gólpaszt ad, tehát ő egy futballista. Ugyanígy a Koné egyébként, és ugyanígy, én nagyon örülök, hogy mondjuk annak is örülök, hogy a Viana egyre inkább kezd beépülni ebbe az Újpestbe, mondjuk pont kihagyta a helyzetet, de ő is, tehát hogyha vannak ilyen játékosok most az Újpestbe, akik, én már eddig is ezt mondtam, és röhögtek rajtam a haverjaim, van egy Újpest szurkoló ismerősöm, haverom, aki röhög rajtam, amikor mondom, hogy az Újpest tele van jó fotballistával, mert én szeretem a Berizét, szeretem a Vianát, szeretem a Croazét, szeretem most már a Konét is, tehát tele van jó futballistával az Újpest, a Paujevic is egy jó futballista, tehát a védelmet kellene egy kicsit helyre tenni, és ez a csapat teljesen rendben lesz. Én most is kimerem jelenteni teljes bizonyossága, hogy az Újpest nem fog kiesni, ha nem küldik el Öninget. Ha Öning marad egész évben, akkor nem esik ki az Újpest. Nagyon pozitív az az ember egyébként, tanítani való szerintem, mert ő is amit kapott, amin átmegy, és ehhez képest nézzétek meg, ahogy együtt él a játékkal, a játékosaival, szerintem szerethetik őt az öltözőben is. A magyar Newcastle. Csak gondolom. Aha. A magyar Newcastle az Újpest, mert a szurkolók azok ütik, verik az asztalt, hogy mikor lesz már új tulajdonos, azt hiszik, hogy az a baj. Mert ugye most az van, hogy vegetálnak, mert ugye nincs új tulajdonos, és majd, ha lesz új tulajdonos. És majd meglátjuk, hogy akkor mi lesz, mert egyelőre semmi. Na hát erről a mérkőzésről, hogyha lapozunk, akkor nyilván azért még a Debrecenről muszáj, hogy beszéljünk, vagy mielőtt lapozunk, még muszáj a Debrecenről beszélnünk, mert hogy ők úgy tűnik, hogy ideiglenesen tudtak csak kilábalni abból a bizonyos hullámvölgyből, amiben azért úgy kijelenthetjük, hogy vannak. A szurkolók egyre elégedetlenebbek, nem biztos, hogy megnyugtatja őket, ha már a fizetés, ugye Iván is mondta, hogy szóba fog kerülni az, hogy a Németh Krisztián a minimál bérért fociziknak. Na, akkor maradjunk is ennél a témánál, amikor én olvastam ezt a hírt, azon kezdtem el gondolkozni, hogyha én most Debrecen szurkoló lennék, akkor most megbocsátanék-e a klubvezetésnek, amiért most ugye nagyon haragudnak ugye a tőzsérre. Vagy pedig azt mondanám, hogy pont, hogy inkább fizessék meg a Némót, mert akkor lehet tőle többet elvárni, egyáltalán el kellett mondani, hogy ő ennyit keres, és fel akarja magát építeni, vagy ártottak ezzel neki. Hogy látjátok? Hát mondom, a trollfocit, hogyha most lapozgatja valaki, gyakorlatilag teljesen hülyét csinálnak a Némóból, meg a Tőzsérből. De szerintem felesleges volt ez a kommuniké, mert felesleges, tehát nem volt értelme, nem hiszem, hogy a szurkolóknak azzal kell magyarázkodnod, hogy XY mennyit keres, főleg, hogy utána
Ugye jött a kérdés, más játékosnak a fizetését elárulnád? És akkor nyilván a Dzsudzsákra voltak kíváncsiak. Hát gondolom, igen, a Dzsudzsák Balázsra voltak kíváncsiak, de hát alapvetően... Lehet, hogy ő is 115 ezer, csak nem forintban. Igen. Hát vagy forintban csak 115 millió, és akkor pár nullát kell utána rakni. Vagy nem havonta, hanem percenként. Az előző adásban mondtam azt, hogy valószínűleg nem a minimálbérért focizik német Krisztián. Igen, igen. Hát most megkövetem magam, elnézést kérek. Mi Némótól, mint Őzsér Dánieltől, hogy ilyen... Nézd, Iván, emelik a minimálbért Magyarországon. Lelövöd a poénomat, komolyan mondom, felháborító. Pont akartam mondani, a vicces akarok lenni, hogy 200 ezer forint lesz a minimálbér, úgyhogy itt most... Ára, úgy nem tudtam, hogy ilyen update vagy onnan a tengeren túlról is. Hogyne. Tehát Német Krisztián megsegítik majd a én azért vagyok mérges, mert én nagyon kedvelem, ha már mondtad a barátot, én nekem a Német Krisztián tényleg egy ilyen nagyon-nagyon régóta tartó, jó kapcsolatban vagyok vele, és szerintem én, ha engem megkérdeztek volna, biztos, hogy azt mondtam volna, hogy nem kell erről beszélni, hogy a Krisztián mennyit keres. Amúgy innen viszont azt üzenem mindenkinek, hogy azért az viszont becsülendő, hogy valaki olyan karrierrel a háta mögött, mint a Némó, bevállalta ezt, és föl akarja magát építeni, mert itt ezen viszont nagy hangsúly van, ezt el fölött ne lapozzunk, hogy valaki gyakorlatilag egy olyan pénzért oda megy, amiért valljuk őszinte, hogy most már látom, hogy mindenki ilyen munkát akar neki adni, meg küldözgeti a poénosnak szánt üzeneteket, de hogy a Némónál szinte nem a pénz a kulcs, hanem hogy vissza akar kerülni a térképre. Persze, meg azért megjegyzem, hogy a magyar szurkoló, meg úgy általában a szurkoló már csak ilyen. Tehát amikor ugye Dzsuzsákról van szó, akkor arról van szó, hogy pénzéges. Amikor meg Német Krisztiánról van szó, akkor meg hülyét csinálunk belőle, aki elvállalja kevés pénzért. Tehát azért valljuk be, ebbe a szerepkörben, amit futballistának, profi futballistának hívunk, még neki van egy pár éve, tehát még azért igencsak bekérhetett volna. Arról nem is beszélve, hogy azért tudok egy darab magyar csapatot, amelyik szívesen látta volna rengeteg pénzért. Igaz, MB2-es, de a magyar játékosokat, meg a volt magyar labdarúgó játékosokat szépen összegyűjtik. Tomi, nem tudom, hogy kitaláltad-e, melyik klubról beszélek. Kitaláltam. De nem mondom el. Igen, mert én azt gondolom, hogy Pátkai pont adott volna neki pont egy gólpaszt a hétvégén, hogyha arról van szó. Úgyhogy, lehet, hogy azért ment a Debrecenbe a Krisztián szerintem, mert ott érzi magát, a játékos keretet nézve valószínűleg olyan... Ott tudja magát elképzelni, hogy fel tudja építeni. Tehát ezekkel a srácokkal biztonságban érzi magát. Meg szimplán egy minőségi dologra vágyik. Tehát ezt nem lehet elismerni, mert én ezt maximálisan ismerem. Azt mondja, hogy én nem megyek MB2-be focizni, csak azért, mert több pénz van. Én tényleg magas szinten akarok futballozni, szebb stadionokban, több néző előtt, jobb futballisták ellen. Tehát ez nagyon tehát impresszív. Tehát akkor igazából nem baj, hogy kiderült ez, de én még továbbra is vállom a véleményemet, hogy nem biztos, hogy kitettem volna ennek a Krisztiánt. Semmi értelme. Meg tudod, mi a baj? Hogy ez kicsit talán ilyen maga mosdása a Tőzsérnek, uh-huh. Hogy én figyelj, igen. Tök keveset keres a Német Krisztián, nekem hagyjatok békén az, hogy a Német Krisztián mennyit keres. Ez kicsit így leveszi a válláról a terhet, holott ugyanolyan szerepe van abban, hogy a Debrecen nem szerepel olyan jól, mert valamilyen szinten az ő kezén kell átmenni annak az átigazoló papírnak, vagy az, hogy ez a játékos ide igazolhat, vagy ide jöhet, ő választja ki valamilyen szinten az edző személyiségét, szóval nekem ez egy picit ilyen leveszem a saját vállamról a terhet. Persze, meg ez az egésznek a fonákját nézzük most jelen pillanatban, ezt ez egyébként nagyon mulatságos tud lenni. Ugye külföldön, ha megszerzel egy volt válogatott labdarúgót, aki tud a csapatodnak segíteni kevés pénzért, hát te vagy a legjobb sportigazgató. Hát pont hogy Tőzsér ezt dicséri, hogy így ilyen feltételek mellett le tudta igazolni Német Krisztiánt, és pont ő igazolta le. Hát képzeljétek el, igen, ezt akartam, igen, képzeljétek el, hogy egyszer a Sportklub televíziónál név nélkül, mert tényleg nem hatalmazott fel, hogy elmondjam, az egyik nagyon ismert televíziós felkértem, hogy jöjjön hozzánk, nem sportműsorokat szokott alapvetően vezetni, csak szerettük volna szélesíteni a Heti és az Olival egy kicsit a spektrumot, és elvállalta. Nagyon örült neki, mert kiderült, hogy imádja a focit, ki nem imádja a focit őszintén Magyarországon, és nagyon örült a műsornak. De mondta, hogy nem szeretne pénzt kérni, őnek ez akkora megtiszteltetés, és jön. És mondtuk neki, hogy nem, fogsz fizetést kapni, mert különben nem tudunk neked elvárásokat támasztani. Igen. És röhögött, de intelligens volt, és mondta, hogy jó, de akkor egy minimális összegérő nem akar többet. De valamennyit muszáj volt neki adni, mert nem lehet elvárni. Én azt gondolom, hogy a Német Krisztiánnak ez mutatja az erejét, hogy ő neki meg nem is a pénz ugyanúgy dominál, hanem az, hogy ő bizonyítani akar. És szerintem akkor ebből az egész történetből ennyit jegyezzünk meg, és remélem, hogy a Krisztiánnak tényleg előbb-utóbb összejön az, ami
annak idején azért azt gondolom, hogy éveken át összejött, tehát a gólérzékenység, meg az a küzdeni tudás, ami benne van. És akkor most egy nagyon-nagyon rövid időt beszéljünk a Gyirmótról, meg a Kisvárdáról, már csak amiatt is, mert ugye a kisvárdai edző elment a Dachoz, és így egy meccsre, vagy hát ki tudja, hogy mennyire, ugye Erős Gábor, a másodedző ült a kispadon, hát majdnem nyert, de aztán mégsem. Én láttam rengeteg Csertő Aurél NB1-es mérkőzést, tehát ha valaki kellemetlen tud lenni, az Csertő Aurél. Egyszerűen, komolyan mondom, ez annyira tipikus, hogy az utolsó percben egy szögletbe egy fölpattanó, ide-oda pattanó labdába, és akkor utána ment a nyilatkozat, hogy igen, hogy ez segített lelki erőről tesz tanúbizonyságot. Hát én komolyan mondom, ha valaki ellen nem szeretnék meccselni, az Csertő Aurél. Tehát az irtózatosan kellemetlen edző. Irtózatosan. Rally egy igazi verszívó szerintem. Tehát ő az, aki, amikor nem is gondolod, már azt gondolod, hogy vége mindennek, akkor valamit. Az Éger még mindig a másodedzője? Vagy ki ott a másodedző Pakson? Na látod, ezt nem is tudom, hogy az Éger Laci van-e ott. Mert nagyon bírnám, hogyha... Nagy páros, igen. Igen, Tököli Attila volt ott, egy időben bírnám, ha ez az Éger, Tököli, Csertő Aurél 3-as. Ez nagy páros, vagy nagy trió. Ez azért oda tudna ragni, igen. Hát és amellett, hogy a Csertő is egy kényelmetlen figura, vagy egy kellemetlen ellenfél, ez a csapata is az, mert azért, aki nézte ezt a mérkőzést, a várdai játékosokat kockára rúgták ezen a találkozón, mert néhány olyan belemenés volt, aminél még én is felsziszentem, pedig aztán én rengeteg angol bajnoki mérkőzést néztem, meg még régebben Championship, szóval engem egyáltalán nem zavar az, hogy a kemény a futball, sőt én néha puhának érzem a magyar játékvezetőket sok szempontból, hogy bizonyos szabálytalanságot lefújnak, de hát ezen a mérkőzésen volt egy-kettő belemenés, aminél azért a narancssárga kártya az előkerületet. Hát pedig a Csertői szerencsétlen, gondolom, mindenkinek felrémlik a Mátyusos eset. Igen, azért pontosan tudja, hogy milyen az, amikor valaki túl durva. Szóval akkor ezen a mérkőzésen, hogyha így summázzuk, akkor a Kisvárda az hova várjátok most az edzőcsere után? Vagy még nagyon kilátástalanod bármit mondani? Nem, hát Erős Gábor az gyakorlatilag szerintem elővette a harmadik héten vezetett edzéseit Joao Janeiro-nak, megtartotta ugyanazokat az edzéseket, elmondta ugyanazt a dolgot, azt ugyanazt játszották. Kisvárda sokkal jobb volt, mint a Gyirmót. Hát, hogyha nem látta valaki a mérkőzést, akkor a 94. percben felső kapufáról pattant le a labda, amiből aztán az ellentámadásból lett az egyenlítő gól a Gyirmótnak. Még a Gyirmóthoz visszatérve annyit mondanék, hogy ez pont egy olyan csapat, a Gyirmót, amelyik ki fog esni, de mindenkitől pont elvesz annyi pontot, hogy valahogy az ő saját terveiket így keresztül húzza. Tehát a videóton nem lesz... Ő lesz a mérleg nyelve egyébként. Igen, ez Gyirmót. És egyébként megmondom őszintén, mondom, én nagyon tisztem Csertő Aurélt, ebből a játékkeretből, amelyik magasan a leggyengébb az NB1-ben, eddig egészen tiszteletre méltóan és figyelemre méltóan tud futballozni. A Kisvárdától én várom azért, tehát azért ez nem Leicester, vagy ez nem Budapest Honvéd, nincsen annyi benne ebbe a történetbe. Viszont én azt várom, hogy minél tovább húzzák, annál jobb. Én szeretem a kisvárdai brigádot, szerintem rengeteg jó játékos van, és kíváncsian várjuk, hogy ki lesz a következő vezetőedző. Hú, hát nagyon kemény lesz, a Márton már ugye valószínűleg a kispadon ül, és ő ugye a Kisvárda MTK következő találkozó, de akkor most maradjunk olyan szempontból Kisvárdán, de utazzunk egy kicsit messzebb, hogy a Schäfer nyilatkozott arról, hogy szinte szerint egy minden megváltozott azzal, hogy ez a Janeiro beköltözött úgymond az ő öltözőjükbe, és átvette őket. Valami olyasmit sugalt, hogy tulajdonképpen mindenkinek meg fogja adni a lehetőséget, és már is egy kicsit másképp állította fel a csapatot. Egyébként, ha szerencsésen is, de most, ahogy a Schäfer fogalmazott, szívvel, de nyertek. Mire lehet képes a Dachszal egyébként ez az edző? Aztán nyilván tudom, hogy ez nem NB1, de nyilván minket azért érdekel, mert a Dachszban is vannak magyarok. Mondja, hogy látjátok? Hát figyelj, én azt tudom elmondani, hogy csak jót hallottam az előző vezetőedzőről is, Németh Antalról is, akinek a segítője volt az a Cici Matyi, akit most már tényleg többször emlegetünk, aki most Joan Carillo-val ült a Debrecenben, és csupa jót hallottam róla, egy felkészült ember, egy remek ember, úgyhogy én sajnálom, hogy ő neki nem sikerült ez a történet. Viszont annak örülök, hogy João Janeiro győzelmen mutatkozott be, ugye szurkolunk a Dunaszerdahelynek, szurkolunk Schäfer Andrásnak. Én megmondom őszintén, hogy
azért, amikor olvassuk a sorokat feketén-fehéren, nem biztos, hogy így értette Schaefer András. Én nem úgy ismerem Schaefer Andrást, mint aki így üzengetne, hogy hát eddig de nagy problémák voltak, meg mennyire nem tudtuk, hogy mit kell csinálni, és akkor most belépett ez a portugál edző, jaj, de jó, hogy most tudjuk, hogy mit kell csinálni. Na, nem hiszem, hogy így értette, habár az újságcikk írója így akarta értetni. Én azt gondolom, hogy Janeiro egy frissességet hoz a csapatba, Janeiro egy tiszta elvárásokat, tiszta elképzeléseket hoz a csapathoz, amelyik eddig is lehet, hogy meglettek, csak éppen nem voltak annyira illőek a Duna Cervera játékához, most pedig reményeink szerint egy jobban illeszkedő játékstílussal fog eredményt elérni a Duna Cervera, amelyik egyébként most már tényleg jó lenne, hogyha egy nagyon dobbantana, mert azért most már tényleg évek óta ez a jó, de lehetne már tényleg egy szlovák bajnoki cím, valami komolyabb eredmény. Reméljük, hogy João Janeiroval megtörténik ez. Kedvenc téma, Paks. Ugye ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen itt két szaktekintélyt állítólag olvastam, megkérdeztek a meccs előtt, hogy mit vár. Az egyik szaktekintély állítólag azt mondta, hogy meg fog szakadni a Puskásnak az idegenbeli remek sorozata, a másik szaktekintély meg azt mondta, hogy szokás szerint gólgazdag mérkőzést látunk, és hát bejöttek a tippjei ezeknek a szakembereknek, mert hogy ennyire kiismerhetővé vált ez a két csapat? Kérdezem akkor most először, mivel az Iván beszélt a Tomit, hogy szerinted miért várta a szakember a Puskásnak, hogy megszűnik? Úgy, hogy egyébként nem tudom, figyeltétek-e, hogy azért nem voltak könnyesek a szemek a meccs után. Tehát olyan mosolyok voltak, meg ugye nem volt halálhangulat, ezt mondta talán a Hornyák Zsolt is, akinek mi is gratulálunk, hogy a hónap edzőjévé választották. Vicces, hogy pont most kapta meg a díjat egyébként egy ilyen verés után, de ez az életnek a sója. De hogy egy kicsit olyan volt ez a meccs, hogy jó, hát ez benne van, hogy a Paks elver minket rendesen. Hát tudod, a szakértő mindig azt mondaná, hogy mert minden sorozat egyszer megszakad. De hát nem tudom, ez a szakértő biztos nagyon jól érti a magyar futballt. Jól lelövöm a poént, én voltam, aki ezt mondta. Nem tartom magam szakértőnek, de egyébként én azt, tehát már azt, abból indulok ki, hogy a Paks nagyon régen nyert mérkőzést, és Bognár György, tudom, hogy egy olyan ember, aki nagyon felszokta magát szívni az ilyen alkalmakon, és a Paks játék eddig mindig akadozott, volt benne probléma, nem jöttek a gólok. Most viszont egy kicsit változtatott Bognár István, és ugye nem egy erőcsatár, hanem két erőcsatárral ment fel, ugye mind Böde Dániel, mind pedig Ádám Martin kezdett, és bevált. És Bognár György változtatott, Bognár de György, Bognár István is változtatott a pályán, hiszen Gormasszajárult ismét hozzá. Igen, hát figyelj, az mindent elmond, hogy a Puskás Akadémia 12 meccsen kapott 15 gólt, ebből kétszer játszottak a Paks ellen, és 10-et kaptak azon a két mérkőzésen, szóval ez félelmetes adat. És hát a Paks ez ilyen Puskás Akadémia specialista lett lassan, és azt, hogy milyen focival nyert a Paks, az valami egészen hihetetlen volt, szó szerint atom foci volt Pakson, úgyhogy minden elismerésem Bognár csapatának, mert ez nagyon-nagyon jól nézett ki, és rég játszott ennyire jól, és ennyire élesen, ennyire gólerősen a Paks. És ebből látszik, hogy ilyenkor az edző keze bárki bármit mondta, és Zsozé azért ott közben nyúlt a Bognár Zsozé a válogatott szünetben, mert hogy a válogatott szünet azért látszott, hogy nem mindenkinek hozott eredményt, hogy együtt tudtak dolgozni, itt viszont teljesen látszott, amit a Tomi is mondott, hogy ilyen apróságokban, de szépen tudott finomítani, és hogy ki fog szakadni a gólzsák, hát ki szakadt Iván. Hát én inkább Bognár Pepnek hívnám, mert én a Bayern Münchennek a játékára emlékszem, és ezt halálkomolyan mondom. Tudom, hogy ezek a kijelentések, én ezen mindig mosolygok, mert mindig mondják, hogy jaj, miről beszél ez, miről... Nézzük vissza azt a Bayern Münchent, amelyiknek az irányítását Pep Guardiola tolta. Akkor beadás hátán. Volt 5 ember érkezett a 16-oson belülre, arra játszottak beálló védelem ellen, teljesen mindegy volt, szélen rendkívül jó szélsők voltak, és mentek a beadások ezerrel. Mennyire zseniális ez az elképzelés, amit most láttunk, mert a Paks az nem ilyen állandóan beadó csapat, de most erre a meccsre, amikor a két, én űrfocinak hívtam, nem is atomfocinak, azért űrfocinak, mert a magasságok miatt, tehát az a két center ott belül, Hornyák ugye panaszkodott a mérkőzés után, hogy bátortalanságra hivatkozva, hogy egy kicsit bátrabban kellett volna hozzáállni, nem tudtuk megfogni Ádám Martint és Böde Dániel. Hát sok szerencsét. Tehát aki, szerintem az nem a bátorságon múlt azért. Tehát ott milyen gólok, meg milyen beadások, meg milyen érkezések voltak. Szenzációs, mondom, ez a játék elképzelés
Én mondom, én csak lelkesedve tudok erről beszélni. Ez zsenialitás. És én értem, hogy ezt mondom, mindig szabadkoznom kell, mert mindig hülyének nézik az embert, amikor Bognárról beszélünk, meg a Paksról. Ez zsenialitás. A magyar NB1-es szinten ez zsenialitás. Rendkívül örülök a Paks győzelmének, nem örülök a Puskás Akadémiának a vereségéhez, mert egyre jobban játszanak, meg Hornyákot is egy jó edzőnek tartani. Nem törtek le, szerintem ez nem fogja meg. Így van, csak ez hiányozni fog, mert örülnék, hogyha a Puskás kicsit jobban megszorítanám majd a végén a Ferencvárost. Igen, egyébként én is emiatt sajnáltam be valami őszintén, mert látszik, hogy itt a Fehérvár, majd erről beszélünk, nem biztos, hogy igazi kihívó tud egyelőre lenni, és akkor nehogy leszakadjunk itt az első mögött, mint ahol már Bayern München mondta, a német Bundesligában volt gyakori. Egyébként kérdezték a Bödétől, és ismét az életbölcsesség előjött, hogy mit visztek magatokkal a mai meccsből, Dani, és mondta, hogy a 3 pontot. Zseni, nem? Tehát, hogy ettől is imádom az egészet. Tehát, hogy a Böde Dani nem akar nagyokat mondani, ő mondja a Frankót, az igazat. Zseni. Fejjárt már rólam gólt kispályán. Böde Dánielt kellett fogjam, még amikor Pakson volt, ő eljárt, telent eljárt ilyen kispályás focira a haverjaival, és én voltam, én kellett megfogjam Böde Dánielt fejben. Tehát sikerült. Mondom se kell, hogy a kiskapura 9-esről fejjárt gólt, de semmi baj. Böde Dániellel egyszer vezettem egy jótékonysági műsort, abban is zseniális volt, hogy a gyerekekkel bánt, mert hogy egyszerű, nagyszerű, mint mondtam, illetve Böde Danit egyszer megkértem, közétek-e, volt egy ilyen kikacsintásom, egy zenei televíziónál dolgoztam, és kitaláltam egy műsort, aminek az volt a címe, hogy a bajnokok listája, és hát természetesen Böde Daninak is el kellett mondania. Ezt egyszer érdemes rákeresni, hogyha fönn van a valamelyik videó megosztón, hogy milyen jó zenéket kért, ott 10 darab zenét kérhetett, és elmondhatta, hogy miért az. És hát abban is zseniális volt, persze, de hogy nem, meg hát mindenféle jó kis rockzene, de hogy nem, tehát hogy nem úgy magyaráztam, mint mondjuk egy kis Gergő a vízilabdázóknál, érted, hogy mit tudom, azért a Red Hot Chili Peppers, mert egyszer, amikor Amerikába utaztunk, nem tudod így, hát ez szólt az esküvőmön. Tehát kb. Zseni a Dani, imádom, úgyhogy innen is sok sikert kívánunk neki. Ha most rossz indulatú lennék, akkor már válogatottba kívánnám, de nem akarok neki rosszat. Hát az a gól, amit lőtt tegnap, te jó ég, vagy tegnap előtt, te jó volt. Hát mert azért ott van az Ádám a társa is. Igen. Az a negyedik az brutálisabb volt szerintem, ott az összjáték az... Igen, bizony. Hát ahogy átvette ott a labdát, és utána az esenyű, utána meg telibe. Igen. Hát azért... Na, nem semmi futballista, nagyon, azért nagyon kevés ilyen sztori van, ugye, aki a semmiből jöve tényleg a Madocsai sztár. És tényleg ő miatt érdemes kimenni a meccsekre, nem? Tehát, és ez az Ádám Martin is, hogy itt van mellette, ő is zseniális, annyira jó páros, de az egész csapatban olyan vérbőség van abban a csapatban, tényleg. Igen. Én nem is voltam Paks szurkoló, de hogy az ő meccseikre szerintem élmény lehet kimenni, Balogh meg Balázs. Jó lehet a hangulat. Aha. Balogh Balázs, én több egyére már többször mondom ki a nevét, meg írtam le, meg stb. Balogh Balázs, egy válogatott szintű labdarúgó, és amikor megégette azt hiszem a Pintér Attila megégette, mert betette bal-bekbe, vagy jobb-bekbe, annól, amikor kikaptunk Észak-Írország ellen hazai pályán 2-1-re, akkor volt utoljára azt hiszem válogatott, és azóta is ugye elfelejtették, mint Nagy Zsoltot, és aztán Nagy Zsolt visszakerült. Lehet, hogy Balogh Balázsra is nem ártana egy ilyen szerep. Na hát akkor most térünk át a Ferencvárosra, és innentől kezdve már náluk is maradunk nagyjából. Valljuk be őszintén, a Ferencváros azért elkezdte azt a teljesítményt nyújtani, amit szerintem úgy általában szurkolók várnak, és hát mindig, mint mondtam nektek, szeretek még meccsek előtt, amikor a Fradi kirakja a kezdőcsapatot körülnézni a fórumokban, akit szittak a legjobban a szurkolók. Zubkovot, de nagyon, hogy már megint miért van a csapatban, már megint mit keres a csapatban. Aztán olyan gólt szerzett, de ugye összességében tényleg én egyetértek a Stögerrel, hogy ez kb. Tényleg 15 percig tűnt rangadónak. Onnantól kezdve ez egy lejárt lemez volt, és hát kiderült, hogy a kemény edzés munka miatt jött a változás, ezt nyilatkozta a Ferencváros edzője. És akkor most maradjunk ennél a meccsen, ezt utána áttérünk nyilván az Európa Liga találkozóra, hogy ott mit hozhat ez, de hogy nagyon dominált a zöld-fehér csapat, is így láttátok? Úgy érdemes úgy nézni, hogy úgy kellett nézni a mérkőzés elejét, hogy egymásnak estek a csapatok, de nem úgy estek egymásnak, hogy a labdával, hanem anélkül a Ferencváros is nagyon magasan pressingelt, és a Fehérvár is próbált nagyon magasan pressingelni, utóbbi csapatnak kevésbé jött be, míg a Ferencváros sokkal inkább tudta kiprovokálni azt, hogy a fehérvári védők elvagdossák a labdákat, és itt hívom fel a figyelmet megint, amire Iván már egyszer kitért az egyik adásban, hogy Szabi Csimre 4-4-2-je nem feltétlenül működik, és
azért nem működik, mert ugye a játékosokat, hogyha felrakjuk a taktikai tábláját, mindig csak négyzeteket látunk, nincsenek játékosok a láncok között, és az első gólnál iszonyatosan kijött az, hogy megvolt a négyes lánc, megvolt a négyes lánc, és közötte senki nem volt egy 10-15 méteren. Ha ez a távolság meg lett volna felezve egy játékos, lehet, hogy Zubko visszacselére odaér mondjuk az az ember, hogy oda tud sprintelni, és tud némi nyomást helyezni Zubkovra, így viszont meg tudta csinálni kényelmesen a visszacselt, senki nem tudta fogadni, és milyen passzolott a Csivics, de őszintén, hát azért ritkán látsz. De tudod, ez is azért jöhetett össze, mert el, nem az, hogy eltolódott a védelem, hanem egyszerűen nem annyira szervezett a Fehérvár védelme, vagy védekezése, mint mondjuk volt a Ferencvárosé. És itt jön az ki, hogy lehet, hogyha van egy ütköző ember ott középen, és a másik kulcsfigurája szerintem ennek a mérkőzésnek Marco Marin volt, aki kifejezetten jól futballozott, nagyon-nagyon jól lépkedtek vissza a támadó vonalból a két lánc közé, és nagyon könnyedén tudták felszedni a labdákat, kiprovokálták azt, hogy a védők kijöjjenek velük, ezzel területet nyitottak, tehát zseniális volt Stöger taktikája ebből a szempontból, és a Ferencváros kíméletlenül kihasználta a védelmi megingásokat, és hogyha ennek a mérkőzésnek a vége 5-6, egy szava nem lehetett volna szerintem Szabics Imrének, mert bőven benne volt ebben a találkozóban. Hát az, igen, te hogy láttad, volt ebben a találkozóban bármilyen esélye a Fehérvárnak? Tomi nagyon jól mondja, a Fehérvárnak nem volt esélye, a Tomi nagyon jól mondja, hogy ezek a rétegek, ezek nagyon fontosak a letámadásnál, azért mert ugye egy-két passz ugye átmehet rajtunk, de hogyha több rétegben tudunk letámadni, akkor a harmadik, negyedik passz esetleg elakadhat. Viszont hogyha egy hullám, meg két hullám, és akkor azt egyetlen egy passzra át lehet játszani, mert ugye ez a 4-4-2, ez ugye ez egy ilyen nagyon, nagyon modern, nagyon trendi gondolatvilág. Ugye láthatjuk ezzel nagyon egyszerű mélyen védekezni, tehát az Atletico Madrid már tényleg évek óta ezt játsza. A kapu előtt, saját kapu előtt nagyon jól össze lehet tolni a két vonalat, és ezért nincs hely a két vonal között, és ezért nagyon nehéz a vonalak között játszani, amikor mélyen védekeznek. De amikor letámadás van, akkor ezt nagyon nehéz megtartani. Ez egyébként jól elsülhetett volna, mert hogyha két csatára támadsz le, akkor könnyebb a belső védőkre nyomást helyezni, ami azt jelenti, hogy több felívelés lesz, ami azt jelenti, hogyha jól felkészültél a felívelésekre, akkor esetleg a labdaszerzéseket könnyebben lehet menedzselni, viszont az a probléma, hogyha két csatár támad le, akkor egyel kevesebb középpályásod van, ami a második labdák felvételénél nagyon fontos lenne, meg a vonalak között belőtt labdánál ezek a rétegek irányozni fognak, hogyha csak két belső középpályásod van, nem három. Tehát gyakorlatilag ez a taktikai része a dolognak, ami azért érdekes ez az egész, mert Stöger és Szabics Imre ugyanabból a futballkultúrából, ugyanabból futballteoretikai gondolatvilágból jön, amelyik ez az átmenetes díj, letámadunk néha, tudunk mélyen védekezni, tudunk magasan letámadni, tudunk széleken bontani, tudunk középen, mindent tudunk úgy nagyjából, de úgy nagyon ízetlen, szaktalan egy csomószor az egésznek az érzete, és hát úgy tűnik, hogy a Ferencvárosnak jobb játékosai vannak, mint a Videótonnak, mert ez a Ryan Mai egy személyben döntött el a mérkőzést. Továbbra is megkérdőjezem, hogy Stöger, amikor a Celtic ellen kell játszani, akkor miért nem kezdeti Ryan Mayer? Én szerintem Ryan Mayer a Ferencváros is a magyar NBA legjobb játékosa, tehát ezt már többször elmondom. Nem, egyszerűen nem értem, tehát ő kifejezetten különbséget jelent csapat és csapat között. Szabics Imrének a mondatai nagyon érdekesek, és kíváncsian várom a ti véleményeteket is, mert azért folyamatosan visszatér erre, hogy a játékos minőség nem elég. Tehát pont az érdekes, mert egyetértünk, hogy a Ferencvárosnak jobb játékosai vannak, viszont azt nem tudom elfogadni, hogy ez lenne a kiút. Ugye, hogy efelé mindig majd fölteszik a kezünket, hogy nem elég jók a játékosaink. A Kisvárda nem teszi fel a kezét, azt mégis meg tudja szorongatni a Ferencváros többször is. Mi a véleményetek erről? Hát hogy az, ami látszik, hogy nem elégedettek, hogy ugye pont most van egy friss hír, hogy egy lengyel belső védőt, egy ballábos belső védőt figyeltek a hétvégén, tehát ebből látszik, hogy lesznek itt télen nyilván, amit már múltkor beszéltünk, a Sallóinak belenyúlásai, vagy hát úgy keret átalakításai, de lehet, hogy a Szabics nem tudja az öltözőt, arra akarsz utalni, Iván, annyira megfogni? Hát igen, hogy én nekem az a kérdésem, hogy mikor futunk ki ebből a dologból. Tehát mikor mondjuk már végre azt, hogy nem ezzel van a probléma. Tehát a játék elképzelésbeli probléma, tehát az, hogy elmegyünk idegenbe, és gyakorlatilag 3-4 góllal kikaptunk,
gyakorlatilag ki kellett volna kapjanak, vagy 4-5 góllal inkább, mert 3 góllal ki is kaptak, 4-5 góllal kellett volna kikapjanak gyakorlatilag ezen a mérkőzésen. Ennyi nincsen a két csapat között. Arról nem is beszélve, hogy a Ferencvárosnál volt egy kicsivel többet a labda, mégis ők kontráztak többet. Tehát az hogy van, hogy a Ferencvárosnál van a labda többet, és mégis a Fradi tudja megkontrázni a Videoton. Tehát minden elemében, a játék minden elemében alul maradt a Videoton, és ez nem csak azon múlott, hogy a játékosok milyenek, hanem a játék elképzelésnél. És mivel Tomi válaszol, gondoljatok bele, hogy még az is belefér, ami szerintem megint csak fegyelmezetlenség, és ez azért mutatja nekem továbbra is, hogy Stögert nem tisztelik túl az öltözőben, hogy mondjuk azért, ezt mondtam az adás felvezetésénél is, hogy azért, amikor ki van jelölve valaki 11-es rugónak, nagyon furcsa egy profi csapatnál, hogy egy másik meg azt, hogy gyere haveruk te. Tehát, hogy szerintem ez azért a Fradinál is mutatja azt, hogy már végén ez is belefért. És az megint csak a Fehérvár ellen beszél, ugye, hogy most gondolom egy éles meccsen ilyet nyilván nem csinálsz meg, de hogy jó, hát a Fehérvár ellen belefér, ez is, hogy gyere haver, rúg te a 11-est. Hülyeséget beszéltem, amúgy nem volt náluk többet a labda, bocsánat. Közben elnéztem a számokat, azt hittem, hogy egy kicsivel több volt a Fradinál, de nem, sőt. Ezzel még nagyobb probléma, mert hogyha... Akartam mondani, ezzel nem még ütöttél egy szöget. Igen, szóval én is hibáztam. Ez egyébként viszont meg az a narratívát erősíti meg, és bocsánat, Tomi, folytassad, csak fölhúztam magam, hogy ilyen hibát vétettem, mert felírtam magamnak, hogy felállt védelme lenni játék újra a Videótonnál, hogy pontosan erről van szó. Amúgy érdekes, hogy mindenki újjong a Fradinál, azért megjegyzem, hogyha Ricardo Moniznál lett volna ilyen, hogy 40%-ban van náluk a labda, akkor felmorajlott volna a ferencvárosi közönség. Nem tudom, hogy ezt meddig lehet tolni egyébként. Tehát azért hazai pályán 40% az, vagy 45% az 55% ellen, egy Videóton ellen. Értem én, hogy sikeres, de ez nem a Fradi stílus. Viszont van humorérzékel Stögernek, Tomi, aztán utána tényleg folytasd, mert mondta, hogy megtanítja őket 11-es rúgni. Tehát az első ilyen nagyon humoros megjegyzés, legalábbis amit én olvastam, az megvolt az edzőtől. Hát csak ugye nem volt a Fradi rákényszerülve arra, hogy birtokolja 60%-ban a labdát, mert tök jól meg tudták kontrát, tehát ugye a második gól ez egy három lépéses kontratámadás volt. Indítás, szép átvétel, meg tudta futni a stopirát, amely aztán kirúgta a hosszút. Harmadik gólnál ugyanígy, fent, magasan szereztek labdát, egy passz, már mélység, rúzs be volt ragadva, átpassz és jött a gól. A büntetőnél talán ugyanez volt, akkor is egy kontratámadás után volt kiadva a 10. Tehát a Fradi nem volt rákényszerülve arra. A Zubkové is ilyen fél kontra volt. Igen, Zubkové is egy fél kontra. Tehát nem volt a Fradi rákényszerülve arra, hogy birtokolja a labdát, és nyomást, tényleges nyomást helyezzen a Fehérvárra, mert szerintem ezen a mérkőzésen nem volt olyan, hogy egyik csapat dominált volna. Itt az volt, hogy a két csapat nem az ellenfél tér felén tartotta a labdát, hanem a sajátján. Mondja, Diván. Azt akarom mondani, hogy amikor azt használod, azt a szót használod, hogy dominál, azért ez egy ilyen, megint csak az edző szó belőlem, azért ez érdekes, mert véleményem szerint a Ferencváros dominált. Nem muszáj labdával dominálni, nem muszáj labda nélkül dominálni, hanem az elemeket összerakva, tehát a védekezés, támadás és az átmeneteket összerakva, ezeket ki tudja jobban menedzselni. Mert az, hogy a Videótonnál van a labda, ezt nyilván te is tudod, nem azért mondom, a nézőknek mondom, azért, mert a Videótonnál van a labda, az nem azt jelenti, hogy ők dominálnak. Tehát a magyar szív, meg a magyar elme az, meg mondjuk a spanyol ilyen, meg mondjuk a francia ilyen, meg mondjuk még az olasz is néha szokott jelenni, hogy úgy érzi, hogy amikor a dominancia szót használjuk, akkor ez a labdához kötődik, tehát hogy nálunk van a labda. Ugye mert azt akarjuk látni a saját fiainktól, akkor érezzük magunkat nyugodtan. Ez egy ilyen magyar futballtradíció, egyébként szenzációs, meg szívetmelengető, de a futball teoretikai szempontból ez nem biztos, hogy így van. Tehát attól, hogy a Videótonnál volt a labda, a Ferencváros dominált. Igen, pont ugyanezt akartam mondani, viszont az a csapat dominált, amelyiknél nem volt labda, és hogyha már labda nélküli játékot nézzük, abban a Ferencváros volt sokkal-sokkal dominánsabb, mert a Ferencváros tudta kiprovokálni a több ki nem kényszerített hibát, a Ferencváros tudta kiprovokálni azt, hogy több eladott labda legyen a Fehérvárnál, úgyhogy ebben nagyon jól játszott a Fradi. Visszatérve erre a 11-es rúgós történetre, azért a Fradinál az utóbbi időszakban nem volt egyértelmű, hogy kirúgja a büntetőket. Zubkov rúgott, hibázott. Májé is hibázott Zalaegerszegen, ugye 2-1-es hátránynál. Most Lajduni is hibázott. Tehát mióta Harakin elment, nincs első számú büntetőrúgó a Ferencvárosnál, és szerintem ezt a kérdést nagyon gyorsan kellene tisztázni. Nyilván most már az Európa Ligában lényegtelen, hogy kirúgja a büntetőt, mert a Ferencváros igazából elszállt a továbbjutást tekintve, viszont a bajnokság hátra levő részében lehetnek még olyan kielezett szituációk, amikor nem mindegy, hogy mondjuk a
egy olyan játékos rúgja a büntetőt, aki előtte már ötöt értékesített, vagy egy olyan játékos rúgja a büntetőt, aki mondjuk egyet berúgott, egyet kihagyott, aztán úgy áll oda, hogy lehet, hogy ki fogja hagyni azt a büntetőt. Én egyébként nem tulajdonítanék olyan nagyon nagy jelentőséget ennek. Stöger tisztában van azzal, hogy profi játékosokkal dolgozik. Az, hogy megbeszélték egymás között, hogy most Lajdoni rúgja a büntetőt, uram, bocsán, ő rúgta a büntetőt, kihagyta. Ha egy fél méterrel bentebb rúgja, akkor meg bent van, mert egy... tudod, tehát mindegy. Úgyhogy ez van a Ferencvárosnál, nyilván jó lenne egy állandó 11-es rúgó, de jelenleg nincsen meg. Hát majd a Stöger lehet, hogy befut ilyenkor. És akkor most térjünk át a Betis meccsre, ahogy Tomi is már az imént fogalmazott, olyan nagy jelentősége nincs, de tudjuk, hogy nem lehet így neki futni, sőt, ugye ismerjük, hogy amikor nincs teher, az milyen jót tud tenni sokszor egy-egy csapatnak. Hogy látjátok, mire lehet felhasználni ezt a találkozót, ezt a csütörtök este Európa Liga mérkőzést? Ugye ez az ötödik találkozója a Ferencvárosnak. Mire lehet ez jó? Főleg úgy, hogy a Betis is, ha jól tudom, győzelemmel hangolt erre a találkozóra. Igen, ugye beszéltük, hogy Fekir nem lesz, ha minden igaz. A spanyoloknak fontos ez a találkozó. Én azért kíváncsian várom, mert a legutóbbi találkozón azért voltak hiányzói a Betisnek. Kíváncsian várom, hogy a legjobb összeállításában, vagy esetleg tartalékosan fog játszani a Betis. És arra is kíváncsi, hogy a Ferencváros legjobb összeállításában, vagy tartalékosabban áll ki a Betis ellen. Mind a két opció elképzelhető. Én azért örülnék, hogyha Loncsár nem kéne sokat lássam, mert nem a kedvencem, de van egy olyan nézésem, hogy Loncsár játszani fog. Ugye az az érdekesebb az egészben, hogy azért az Európa Ligában két éve a Rebroval ugye pontokat szereztek, győzelmeket szereztek, tehát egészen jól szerepelt a Ferencváros anno. Akkor ugye még nem volt konferencia liga, ugye, mert akkor lehetett volna a továbbjutásról beszélni anno. Most viszont, ugye még a Bajnokok Ligájában is volt a Dinamo Kijev ellen egy pontszerzés, sőt a Juventus ellen majdnem sikerült, úgyhogy még akár a győzelem is, tehát azért ott voltak olyan találkozók, amire lehetett azt mondani, hogy hát a Ferencváros ez felnőtt oda. Most vannak problémák, én abban reménykedem, hogy nem pont nélkül fog kiesni a Ferencváros ebből a csoportból. Remélem, hogy ez a videótun elleni jó szereplés, egyébként amelyik valószínűleg a Betis elleni felkészülésnek volt a fő próbája. Remélem, hogy ez egy olyan erőt ad majd a magyar csapatnak, amelyik képes eredményt elérni a Betis ellen. Én onnan közelíteném meg a Ferencváros Európa Liga szereplését eddig, hogy valamiért a magyar csapatok azok ellen, a klubok ellen, amelyek papíron talán a legközelebb állnak hozzájuk, az európai kupaporondon rendre alul maradunk, és most a teljesség igénye nélkül, hogy a Fehérvár jutott be 12-13-ban az Európa Liga csoportkörébe, papíron a Henk volt a legközelebbi csapat, bár nyilván nagy volt a különbség, ott ugye mind a kétszer kikapott Paulo Sousa csapata, úgyhogy előtte megverték a Sportingot, megverték a Bázelt, hogyha még náluk maradunk, akkor ugye volt a 2018-19-es idényben, amikor a Chelsea, PAOK és Bate Borisov trióval kerültek egy csoportba, ott a Bate Borisovtól oda-vissza kikaptak, és igazából azért nem jutott tovább akkor a Fehérvár, mert azt a két találkozót nem tudták megnyerni. Ugyanúgy a Ferencvárosnál előjött az, hogy a Ludogorets ellen kikaptak idegenben, vagy nem is itthon kaptak ki, és nem tudtak tovább jutni az Európa Ligából két évvel ezelőtt. Akkor a Bajnokok Ligájában, amint mondtad, Iván, egy pontot szereztek a Dinamo Kijev ellen, ami talán fontos lett volna, hogyha a csoport harmadik héttel akarják enni, és most pedig megint a Celtic ellen. A Celtic, erre gondoltam, hogy pont vereség, ami érdekes. Az a baj. Tehát érdekes, fura azt mondani, de bravúrokban nagyon jó, vagy nagyon jók a magyar klubcsapatok, de amikor ténylegesen úgymond a hozzád legközelebb levő ellenfél ellen kell pontokat szerezni, ott valamiért nem megy, és a Ferencvárosnak emiatt úszott el igazából a továbbjutása megint, hiszen játszottak... Tudunk még ilyen csapatot? Tudunk még ilyen csapatot, amelyik... Válogatott? Hát el is felejtettem, hogy ott is támadni kéne meg focizni. Ott is támadni kéne meg focizni. Az a legnehezebb a világon. Tudod, miért félek én ettől a meccstől? Igen, mert a Betisnek viszont ugye azért valljuk őszintén is, hogy 7 pontja van. Így van. Tehát, hogy 10 pont, 7 pont, 6 pont, ugye így mennek sorba a Leverkusen, ugye vezet 10 ponttal. És hát emiatt azt gondolom, hogy nem veheti félváról. Tehát az Iván kérdés, hogy B csapat, meglátjuk, hogy mennyire lesz az B csapat. Akkor náluk tehát a B is a...
Igen, és mire tudja ettől függetlenül a Ferencváros ezt kihasználni? Tehát a tét nélküliség az nyilván mellettünk szólhat, illetve az is mellettünk szólhat, hogy azért már más láttunk a Kisvárda ellen, kiállítás ide vagy oda, más láttunk a Fehérvár ellen, mint mondjuk előtte a Fraditól. Most aztán lehet kontrázni, tehát aztán most aztán lehet kontrafesztivált rendezni, tehát most aztán tényleg nem vár senki el semmit, úgy ülünk le, hogy minden oké, semmi sem probléma, már kiestünk, lehet kontrázni. A Betis pedig nem a legjobb egyébként a visszatámadásokban, úgyhogy meg lehet fogni őket. Igen, igen, és reméljük Stöger nem gondolja túl ezt a mérkőzést, mert szerintem a Celtic ellen itt kint is, meg itthon is túl gondolta egy picit, viszont amiben még kapaszkodhat a Ferencváros az, hogy talán a Betis ellen játszott a legjobban eddig az Európa Liga csoportkör, tehát a Betis elleni mérkőzésen volt az az érzése az embernek, hogy húha, itt a második fél idő elején lehet, hogy megnyeri a mérkőzést a Ferencváros. Mert minőségben is, a helyzetek minőségében, talán a játékban is annyira pici volt a különbség a két csapat között, hogy tényleg csak az utolsó 20 percben jött az, hogy a Betis egy jobb csapat még jelen pillanatban, mint a Ferencváros, és tudtak két gólt szerezni a mérkőzés hajrájában. Nem tudom, hogy mondjuk a Ferencvárosnak az esélytelenség terhe mennyit fog segíteni, de abba viszont még kapaszkodhatnak, hogy talán a Betis ellen játszottak eddig a legjobban az Európa Liga csoportkörben, és ki tudja, lehet idegenben ugyanezt a teljesítményt fogják előrántani, de viszont ez szerintem szüksége lesz Ryan Mayer-ra, majd Péter Stögernek. Picit már bírózott a Tomi, ilyen finoman, de azért elsiklottunk a Szabics nyilatkozata felett, úgyhogy egy picit erre még gyorsan visszaugranék, hogy nem kaptunk meg egy büntetőt és egy kiállítás is kérdéses, ezt nyilatkozta Szabics Imre. Hát milyen adás, piros-fehér-zöldesek, VAR nélkül az adás, hajrá! Lehet Imrét dicsérni, vagy éppen szidni, hogy igaza van-e? Hát nem tudom, az miért 11-es, hogy a Petriák elesik a nem is tudom, Vingónak a lábában, talán, vagy nem tudom, kinek a lábában esett el, de úgy, hogy ő húzta magára, aztán tudta, hogy nem fogja lerántani, azért inkább neki szaladt, és így a lábát próbálta összeakasztani. Ilyen megyében nagyon jól el tudta volna adni, és lett volna olyan megyei játékvezető, aki ezt megeszi, szerintem nem volt 11-es, ez egy teljesen jó döntés volt. Viszont, hogyha már mindenképpen kiállítást akarunk emlegetni, akkor előbb lehet, hogy a saját házunk táján illene söprögetni, mert viszont Fumso Bamgoyénak teljesen felesleges volt a kiakadása 3-0-ás állásnál, úgyhogy egy kaliberű talán a haraszti. A Tokmakkal, ugye a Tokmakkal volt ott valami problémája? Tokmakot vágta száján, igen. Tényleg gyerekek, a Tokmak meg jól érzi magát Magyarországon, ez mit jelent számotokra ez a nyilatkozat, amit tett még a mostani meccs előtt, hogy jól érzi magát Magyarországon, és családapaként most kiteljesedett az élete. Ilyenkor szokott egy játékos eligazolni télen? Benne van? Hát, Tokmáknak valaki leült Tokmákkal, és elmondta neki, hogy figyelj, csak illele most már kicsit futballozni, meg kicsit helyreállítani ezt a renomét, mert eddig te voltál a magyar NBA legjobb játékosa, azt most már a kezdőbe se félsz be, úgyhogy ideje lenne kicsit átgondolni, és átgondolta. Egyébként nagy értéke a Ferencvárosnak, tehát Tokmák ez kifejezetten egy különleges labdarúgó. Reméljük, hogy visszatér a formájához, mert a magyar NBA-nek kellenek az ilyen játékosok, de szerintem már egy olyan másfél évvel ez pontosabban a Bajnokok Ligája csoportkör végén el kellett volna adni Tokmakot, akkor volt a csúcsán, teljesen készen állt arra, hogy külföldre menjen, én ilyen több millió eurós kivásárlási díjat vizionáltam, hát most lehet, hogy olyan lesz, mint Iszael, hogy a szerződés lejárt a végén. Megjegyzem, hogy én pont akartam beszélni a játékvezetőkről, mert a Debrecen-Újpest mérkőzésen rengeteg dolog történt játékvezetői szempontból, és én keresem tovább, elfelejtem, mindig azt írtam le a noteszem, hogy Erdős. Erdős Péter? Vagy Erdős József. Mi a neve? Erdős József. Erdős József. A másik az a Bíboros. Mindegy. Na, hát igen, valahogy ez ugrott be valamiért. Erdős József remekül teljesített a Debrecen Újpest meccsen, mindegy kitélete jó volt. Szóval azért van, ne lehessen ránk azt mondani, ne érje szó a ház elején, ne lehessen ránk azt mondani, hogy mi nem vagyunk korrektek, tehát most ez szerintem egy jó forduló volt a magyar játékvezetői karnak, gratulálunk innen is. Jó döntéseket hoztak, és a VAR-nál is magabiztosabbak voltak, azt azért hozzáteszem. Igen. Bár pont Erdős Józsefnél jött fel az, hogy miért kell háromszorra négyszer visszanézni a kezezést a büntető területen belül, de egyébként igen, ettől függetlenül ez egy jó forduló volt a játékvezetők szempontjából is.
És ígértem még az elején egy témát, amit nagyon röviden kis színesnek, mint tudjátok, az RTL híradó végén, amikor már mindig elmondják, hogy mennyi rossz történt a világban, megszületik egy kis panda. Hát nálunk a kis színes most olyan szempontból jön elő, hogy a Fradinál kitalálták, és ezt most már be is vezették, ugye ezzel a november 21-i tegnapi bajnokival, hogy a trágár obszén kifejezések használata tilos lesz a családi szektorban. Az ocsmány káromkodás, a közösség ellenes magatartás, a fenyegető, agresszív, kötekedő és egyéb megnyilvánulás, megbotránkoztató, illetve a kiskorúak erkölcsi, érzelmi fejlődésére károsolható egyéb magatartás, megnyilvánulás. Tök igaz, tök jogos, életszerű-e. Engem csak az érdekel, hogy be lehet-e ez vezetni, illetve még azt is írja a közlemény, ha valaki hall ilyet, akkor ugye semmi más nem kell tennie, mint szólni a biztonsági személyzetnek, és a sporttörvény ugye lehetőséget biztosít a rendezőknek, hogy fel tudjanak lépni az ilyen magatartást tanúsító emberekkel szemben. Mit szóltatok a hírhez? Hát tudod, mihez, vagy tehát mi? Ott nem káromkodnak, de azt hallott, hogy a Fradi tábor mondjuk ugrál, és ki nem ugrál, milyen újpesti, meg a játékvezetőnek adott esetben mit mondanak, meg mondjuk a játék, hogyha nem tetszik, akkor melyik jelzővel. De lehet, hogy hangszigetelt lesz ez a rész? Tehát én lehet, nem tudom. Hogy ez, mert amúgy ez a lényeg, pont most mondtad kényeget, mert hogyha ott nem kiabálnak, az jó, de hogyha több ilyen kiabálnak, az viszont hallani fogják. Úgyhogy lehet, hogy akkor ez ilyen innováció tőlünk, hogy akkor ilyen ez hangszigetelt. Ott Szűcs Judit számokat játszanak be háttérzajnak, és ezért nem hallják majd a családosok. Na mindegy, szóval életszerű, Iván. Hát hogyan? Hangszigetelt? Akkor minek mennek meccsre? Üljenek a tévé előtt, azt akkor nézzék a tévében. Minek mennek meccsre, hogyha hangszigetelt? Én úgy a tévé előtt is hallottam a Horváth akar, hogy rég most. De tudod, úgy teszünk, mint hogyha amúgy a Ferenc, tehát hogy mondjam, 3 évvel ezelőtt szerencsém volt otthon járni, 2,5 évvel ezelőtt szerencsém volt otthon járni, és több Ferencváros mérkőzésre mentem ki, nem tudom, emlékeztek-e arra, még Szehír Ebrov alatt volt, egy Budapest Honvéd, vagy pontosabban Ferencváros Budapest Honvéd mérkőzésbe, de Dániel a 80 nem tudom hanyadik percben, akkor volt, hogy a Ebrov kitette a csapatból Bödét, és visszajött, beáll csereként, és győztes gólt lőtt a Honvéd ellen, és olyan szenzációs hangulatot, én mondom, teljesen kirázott a hideg, annyira be voltam zsongva, hogy mennyire jó a magyar NBA-nek, meg a Grupa Marinának a hangulata, hogy tényleg öröm volt mérkőzésre menni. És ott volt, igen, volt, mindenféle volt, de ugyanígy van, kim voltam NBA, NFL, NHL meccseken. Ezt akartam kezdeni, hogy van-e ott, ugye, mert azt mondta, hogy ez csak Magyarországon van. Úgy teszünk, hogy hülyének nézik az embereket. Tehát, hogy igenis van, ez az élet része. Tehát ez az élet része. Lesznek bunkó emberek, meg lesznek nem bunkó emberek. Viszont... Így szocializálódik a gyerek, független attól, hogy egyébként bevallom őszintén, mint apuka, én se szívesen tenném ki ilyenek őket, ahol csak ez megy folyamatosan, de a Ferencvárosnál az éneklések, rigmusok is mennek, nem csak ez. Meg nem egy jó lehetőség elmagyarázni a kisfiadnak, hogy na hát figyelj csak, azért van ez így. Apát se szórakozni jár ide. Igen. De érted, hogy mit mondok, ez egy lehetőség a nevelése, meg hogy mondjam, most én kiskorom óta megyek az édesapámmal mérkőzésekre, megyei meccsekre, ahol aztán nem a káromkodásra ott van. Ott még a bicikli is repül néha, persze. Ott az alkoholizmustól kezdve, nem tudom, hogy mi, tehát ott azért vannak rossz példák. Na és hogyha ott meg tudtam tanulni, hogy nyilvános helyen indulatból nem káromkodunk, akkor meg tudja tanulni a Ferencváros meccsein. Na viszont, és itt svédeim meg a Ferencváros vezetőségét, hogyha ez ennek a betartása lesz az érdekes, mert hogyha ezt azért hozták meg, ez amolyan üzenet, hogy viselkedjünk kicsit jobban, az remek. Az, okay. az igen, én is szeretném, hogyha nem káromkodnánk annyit, viszont azt is elárulom, hogy lesz káromkodás, de viszont, hogyha nem dobálnak ki embereket, azért mert elmondtak egy káromlást, akkor ha nem dobálják ki őket, akkor én szerintem ez egy jó döntés volt, és ez egy ilyen üzenetértékű. Megkérjük a káromkodó szurkolókat a D1-es szektorból, hogy sétáljanak át az F1-es szektorban. Előtted van, nem? És egyébként tényleg nem akarjuk az egészet, úgymond ezt az ötletet elbagatelizálni, mert tényleg jó az ötlet, hogy marha jó lenne ez a világ, hogy minden tökéletes benne, de azért azt nagyon gyorsan tegyük hozzá, hogy azok az emberek, akik ott kiordibálják magukat, lehet, hogy otthon békeadják a családot azon a héten, azért ez is hozzátartozik. Mert azért a Covid idején szerintem egy páran már várták, hogy lehessen meccsre járni a családtagok közül, nem? Hogy már ne itt legyen. Igen, világháborúk hiányában valahol le kell játszani a feszültséget, úgyhogy a futballpálya az tökéletesen alkalmas erre.
Na hát tökéletes végszó, hogy mondani szokták, remélem, hogy ma is élveztétek az adást, ismét nem volt mentes az érzelmektől, vannak olyan hozzászólók, akiket ez zavar, vannak, akik ezért szeretik a műsort, hát mi már nem sokat tudunk változni így ennyi idősen, de igyekszünk, a Tomiba még lehet bízni, ő még fiatal, ő még változó képes, de mi már Ivánnal leszek. Én megőrülhetek ezek szerint. Igen, te még megőrülhetsz. Köszönjük szépen, hogy néztetek minket, tartsatok velünk, van Facebook oldalunk, tehát ott lehet minket keresni, oda igyekszünk föltenni információkat, kérdéseket hozzátok, illetve hát jöhetnek kommentek a YouTube videónk alá is. Ez volt a mai piros-fehér-zöld, egy hét múlva ismét találkozunk, én már nagyon várom, sziasztok! Sziasztok!